Sziasztok, fradisták! Én Patluk Olivér vagyok, és elérkeztünk a vlog 17. részéhez. Ebben a részben kettő témával foglalkozunk, de most egyik témánk se köthető a Fradihoz, a második pedig csak a sporthoz köthető. Az első témánkban pedig vonatokat nézünk, kettőt ki is próbálunk, a másodikban pedig ellátogatunk egy csontkovácshoz. Tartsatok velem! Az első témánk annyiban köthető a Fradihoz, hogy most itt vagyunk a Ferencvárosi pályaudvaron, aminek a beceneve Fradi. A hátam mögött látható egy pár bézé. Sajnos megvan arra az esély, hogy selejtezésre viszik őket. Most jött kettő motorkocsi, és ott van egy három darab pótkocsi előttük. Most egy standard flirt motorvonat érkezett, a MÁV-nak belőle 123 darabja van. Csatolva is közlekedhet, vagy egyedül, mint most, vagy kettőt összecsatolnak, talán még hármat is összecsatolhatnak, ha jól tudom. 2007-ben kezdték el a gyártásukat, és jó sok van itthon. Most én egy IC Taurus húzza, ez Magyarországon nagy szenzáció volt, ez a gyesevé jelenleg. A MÁV-nak van belőle egy pár darab, gyeseves IC-t húz. A 2000-es évek elején gyártották őket. Jó, most egy Taurus-t láthatunk a háttérben, IC plusz kocsikkal. A MÁV-nak nincs belőle sok, de azért egy pár van, a gyesevnél van több. Az IC pluszokat nemrég kezdték el gyártani, a héten meg lett az 50. Itt van a háttérben egy sárga, zöld, gyesev festésű Szili, amiről már sokat beszéltünk, ugye 63-tól kezdték el őket gyártani. Nagyon sok volt belőle, a MÁV-nak 379 darabja volt. A gyesevnek is jutott abból egy pár, és ugye el lett a gyesevnél nevezve, és Sopron nevet kapta. Itt vagyunk a járműfenntartási résznél, itt tartják karban a járműveket, tárolják őket, ugye a fűtőházban. Ott látható egy V46-os szöcske, rengeteg bubó, ugye M44, egy Szergely, M63, és ott látható egy vasúti daru, amit szomorú eseményekkor használnak, vasúti baleseteknél. Nemrégiben talán még itt is használták, amikor az összekötő híd közelében kisiklott egy mozdony. Most jön egy gyeseves IC Spectron, ugye ez volt a Siemens másik legjobb vonatja a Taurus mellett. A MÁV-nak ilyennél nincs, de a gyesevnek jó sok van belőle. Találtunk egy nagyon különleges szerelményt, mivel az egyik végén egy V63-as gigant található, ami a Taurusok előtt Magyarország legerősebb mozdonya volt, és a hátulján pedig egy Taurus, ami a gigant utáni Magyarország legerősebb mozdonya címet kapta. És a másik végén egy nagyon különleges Taurus látható, ami nekem a kedvenc Tauruson, mivel egy aranycsapatos matrica található rajta, és ez nagyon menő. Most itt vagyunk a nyugati pályaudvarnál, Bieber Anettel, a MÁV szóvivőjével. Ő fog segíteni nekem bemutatni a KISZ motorvonatot. Így van. Mit lehet tudni a vonatról, mik a technikai dolgok. Alapvetően mindent tud ez a korszerű motorvonat, amit manapság már elvárnak egy ilyen modern járműtől. A különlegessége az, hogy ugye emeletes, és 600 ülőhelyes, és még nagyságrendileg még 600-an tudnak állni benne, szóval körülbelül kényelmesen 1200-an tudnak utazni egy ilyen szerelvényben, amit itt látunk mögöttem. Ugye amit látunk minden oldalán, 12 ajtó van, és oldalra nyílnak, aminek az a jelentősége, hogy nagyon gyors az utascsere. Ugye ez a menetrendszerűség szempontjából nagyon jó, hogy nem vesz igénybe sok percet egy-egy állomáson vagy megállóhelyen az, hogy leszálljanak az utasok, vagy felszálljanak az utasok. Ugye látjuk, hogy két szintje van, majd bemegyünk, és akkor belülről is látjuk. Hát nagyon korszerű, modern, 160 km/órával tud közlekedni. Van benne wifi, kamerarendszer, 4 mellékhelység. Bemegyünk, és akkor látunk majd mindent. Most felszállunk a vonatra, és bekukkattunk egy picit a vezetőállásba.
Most egy picit bepillanthatunk a vezetőállásba, de nem mehetünk teljesen be a vírus helyzet miatt, és ugye a mozdony vezetővel még egy térben sem tartózkodhatunk, valamint csak álló helyzetben kukkanthatunk be. Nézzük! Itt annyit érdemes tudni erről a vezetőállásról, hogy ez nagyjából ugyanolyan, mint az eddigi flirt motorvonatoknak a vezetőállása. Jobb oldalon az a két panel, arról lehet vezérelni az egész szerelvény tulajdonképpen, bal oldalon a világítás, illetve az ajtónyitás, zárási feladatok vannak. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a vezetőállás a lehető legkorszerűbb, ami manapság létezik, szeretnek is vele dolgozni a mozdonyvezetők. Innen jöttünk ki az imént, itt van a vezetőállás, és most fölmegyünk. Menjél csak előre nyugodt. Köszönöm szépen, igazi úriember, köszönöm szépen. Hát igen, itt még nem kell lehúzni a fejünket, de hogyha leülünk, akkor már oda kell figyelni, hogy kényelmesen 600 ülőhelyet el tudjanak helyezni benne. Akár a régi, akár az új flörtökkel is tudnak közösen együtt közlekedni. Úgyhogy zajlik folyamatosan ez a flört egység, és itt is már több kész is van belőle. Most, hogy be is mutattuk a kis motorvonatot, ezzel fogunk ma utazni, és a következő vonat még meglepetés lesz. Na, nézzük! Nagyon kultúrált az egész, tiszták a mosdók, rendben vannak, mindenhol található 220-as konnektorajzat, van a mozgáskorlátozottaknak hely, a bicikliseknek, a babakocsisoknak, rendesen elfér a lábunk, minden ülésnél szinte minden ülésnél található szemetes, ha meg nincs az ülésnél, akkor az ajtóknál van egy ilyen nagyobb, sok utastájékoztató van, kamerák. Ha tovább megyünk, akkor itt egy lépcső segítségével fel tudunk menni a második szintre, vagy maradhatunk az első és a második szint között. Most ezt tesszük, tovább megyünk. A két ajtó egyszerre nyílik, és akkor itt találhatóak lent a mozgáskorlátozott helyek és a többi kettő mosdó. Itt található kettő darab lift, ami segít a kerekesszékeseknek feljönni a vonatra. Itt található a kerekesszékes mosdó, és ha tovább megyünk, akkor ott tudják rögzíteni a kerekesszéket. Visszafelé a KISZ-tól, Kőbánya Kispesten vagyunk egyébként. Most egy Uzsdival megyünk vissza, egy kettes csatolt Uzsdival. Az elején egy vörös Uzsdi megy, ugye a téglavörös Uzsdi, hátul meg a blúzsdi. Itt a másik érdekes vonat, a kék Uzsdink. Régebben, 2002-ben gyártották őket, állami adósság fejében kaptuk az oroszoktól. Házon belül a vonatfanok és a MÁV-nál blúzsdinak nevezik a kék festésűt, ugye ez korszerűsítve lett. Eredeti beceneve a tégla, mivel piros, téglavörös festést kapott az első. Ismét egy különleges szerelvény, mivel mind a két végén egy csörgő található, az M41-es dízelmozdony. A Gaznávok gyártotta egészen 1972-től, azonban 2016 óta elkezdték őket selejtezni. Most két érdekes vonat van a háttérben, egy kék Uzsdi és egy retrofestésű BHV kocsik által összeállított szerelvény, amit egy M41-es csörgő húz. Ugye a nyári retro hétvégére készültek ezek a BHV-k, azért festegették át. Nagyon szépek lettek, és próbálták belül is összeállítani a kornak megfelelő üléseket. Ugye innen valamennyire be is tudunk látni. Az apa generációjának ez nagyon nagy öröm. Itt vagyunk a belsejében, ugye megpróbálták visszahozni a retro korszak dizájnát ezekkel az egész kényelmes bőrülésekkel és a retro podgyásztartókkal. A háttérben látható egy fecskés festésű Szili és pár fecskés BHV kocsi, valamint egy BDT vezérlő. A fecske név egy fantázia név, mivel volt még anno az a MÁV szlogán, hogy szállunk, mint a fecske, és a régi BHV kocsikat ilyenre felmatricázták, felfestették, valamennyire korszerűsítették, fecskés Sziliket pedig, valamint a papagája Sziliket egy kicsit szintén korszerűsítették, hogy tudják vezérelni a felújított BHV kocsikat. Itt most látható a háttérben egy felújított nemzetközi utazásra szánt kocsi,
ugye ahogy láthatjuk az oldalán 200 km per órával is tud menni. Honállomása a keleti pályaudvar, és Honos pedig a keleti. Most nézzünk bele. Most egy felújított MÁV-startos kocsiban vagyunk. Itt is található jó kis asztalka. Itt valamennyire le van választva. Vannak utastájékoztatók, és nagyon jó az egész. Valamint itt még található székjelzés, hogy ki ül itt, mivel helyjegyváltás ezen kötelező. Itt látható a háttérben mögöttem egy Siemens Vectron, egy ilyet már láttunk a Fradi pályaudvaron, most közelebbről is megnézhetjük. A háttérben látható egy Siemens Desiro, aminek beceneve Dezső, a 2000-es évek elején gyártották ezeket is, 2002-ben, 3-ban és 6-ban. A MÁV-nak 23 plusz 8 darabja van belőle. Most érkezik be egy Siemens Railjet, ami egyébként az ÖBB-jé. Ez lesz ma a harmadik vonat, amit ki is próbálunk. Itt látható a háttérben a Railjet vezérlője, ez nagyon hasonlít a Taurusra. Igazából egy Taurus formájú vezérlő, csak össze lehet kötni kocsikkal, és át lehet járni benne. A Taurusokat, mint már mondtam, a Ferencvárosi pályaudvarnál a 2000-es évek elején kezdték el gyártani, és pont azt a vezérlőt fogtuk ki, amin az áll, hogy Spirit of Hungary. Az elején azt mondtam, hogy kettő vonatot fogunk kipróbálni, de ezt megkétszereztük, mivel azzal nem számoltunk, hogy vissza is jövünk. Most egy Railjettel megyünk majd ki Tatabányára, és onnan meglátjuk, mivel tudunk hazamenni, csak az a fontos, hogy a kijárási korlátozás miatt 8-ra hazaérjünk. Most végig sétálunk a vonaton, ez egy első osztályú kocsi lesz. Itt nem áll jelenleg senki, vagy nem ül. Elég komfortos, asztalka, ki lehet húzni, kuka, lámpák vannak, utastájékoztató, podgyásztartó. Most a büfé kocsiban vagyunk, ugye az intézkedések miatt zárva van. Ez pedig itt a business osztály. Vannak 2-es, 3-as és 1-es ülőhelyek, valamint vannak 4-es helyek is. Nagyon kényelmes, 220 voltos ajzat itt is megtalálható, lámpa a fejem fölött, és puha. Már el is indultunk, nem is olyan rég. Nagyon kényelmes az egész vonat, a székek tök jók, itt a fejünk elfér, a vállunk is befér. Ja, és a stáb egy kicsikét hibázott azzal, hogy egy csendes zónába vett jegyet. Semmi gond, megpróbálunk halkak lenni, rajtunk kívül egyébként egy utas van, de ő is zenét hallgat. Van egy utastájékoztató fölöttem, és ez a jó nagy asztal. Elérkeztünk a mai kalandunk utolsó vonatjához, azaz negyedik vonatjához, a Hortobágy Eurocityhez. Ez egy első osztályú fülkés kocsi. Lehagyható kis asztalka, a szék az hasonló, mint a Railjeten, konnektorajzatok, nyitható ajtó, wow, a lámpa sajnos nem működik, itt tudjuk fel le kapcsolgatni a lámpát, tudjuk szabályozni, hogy a hangos bemondó milyen hangos legyen, és a hőfokot a kabinban. Vészfék, de azt most nem húzzuk meg, ha nem gond. Köszönjük. Ja, és itt van egy kukánk. Pohártartó, meg innen jön a meleg. Remélem tetszett ez a kis vonatos rész, most nézzük, mi történt a Csontkovácsnál. A videó végére még egy kis bónusz, a Taurusról ma már többször is volt szó, és most hallhatjátok elinduláskor, hogyan szolmizál. Most itt vagyunk Csontkovács Norbinál, már többször is voltam itt, ő egy híres csontkovács, Antal Norbert. Azért jöttem ide, mert azok a panaszaim, hogy itt a lapockámnál fáj a vállam és a nyakam, és meglátjuk, mit tud vele kezdeni Norbi. Nézzük! Kérem szépen a kezedet, légy szíves, guggolj egyet. Jó, állj fel, kérlek. Légy szíves, fordulj meg.
Lazítjál, légy szíves, hogy egy nagy levegőt és fújj ki. Megnézzük, hogy a könyököd a helyén van-e. Légy szíves, lazítsd el teljesen úgy, hogy azaz. Tökéletes. Másikat kérem szépen. Az is tökéletes. Hagyd el a buksodat, és vegyél egy nagy levegőt. Fújj ki. Fújj. Nagy levegő. Fúj. Jó. A kezed maradjon magad mellett. Jó. Csípőd az tökéletes. Nagy levegő, hangosan kifúj. Aha. Még egyszer. Fúj. Aha. Fúj. Jó, szuper, nagyon ügyes voltál. Itt van egy két miagiális csomód, aminek nem kéne itt lenni. Mivel hogy már voltál nálam köpölyözésen, ezért tudod, hogy a köpölyözés nem egy kellemes, de nem is egy nagyon kellemetlen dolog. Arcra ezen és talán, ugye? Oké. Csalódtam volna, ha nem így lenne. Csinálunk belőle egy tüskebőkit. Eltelt a 8 perc, úgyhogy megszabadítalak a kínoktól. Kihúzott magad. Jó. Elfordítjuk a bósutat. Jó. Elfordítod a buksodat. Oké, itt nem voltam. Olivérem, egészségedre. Köszönöm szépen, hogy ismét engem választottál. Remélem tetszett a vlog mai része. Ha igen, akkor lájkoljátok és osszátok meg, valamint kövessetek be Instán, Facebookon és TikTokon. És sosem felejtem el, küzdeni mindig, feladni soha, és ezúton szeretnék nektek boldog karácsonyt és boldog új évet kívánni. Sziasztok!